Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Jó napja volt a Budapest érték, tőzsdének másfél százalékos pluszban zárt a Bux Index, miután meg is látott azért egy mélypontot rögtön nyitás után. Amikor szerintem bejelentkeztek a szakértők hozzánk, akkor éppen lefele tartott a buksz. De aztán hirtelen 10 óra után meredek emelkedés indult, és szépen zárt. 54.400 pont fölött most már a mutató, és jó szerepeltek nagyon az OTP papírjai, 2,8%-os menetelés, ami azt jelenti, hogy folytatódott az előző napokban látott OTP rally, kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a befektetők a részvényt a remek tőkepiaci hangulat közepette, úgyhogy egészen szépen szerepelt. Azt mondja, hogy 18.600 forinton már az OTP, a MOL is majdnem 1,6%-ot tudott erősödni. Erősödött még a Graphisoft Park, az Akko, az Alteo, a 4 A negatív oldalon lehet kiemelni a Richtert 0,3%-kal, szintén a Magyar Telekom 0,3%-kal, és azt mondja, hogy az Autovalis 0,4%-kal. Ha pedig az extend piacra vetünk egy tekintetet, akkor azt látjuk, hogy ha, ha, ha micsoda brutális gatyarepesztő repesztő rally a Glosternél, majdnem 8%-os pluszban a Gloster papírjai, és hát ezzel messze felül teljesítő. A Cyber 4,3%-os pluszban, a többiek kb. 1%-ban, akik pluszosak voltak, DMK meg a nap, úgyhogy azt lehet mondani, hogy nagyon, nagyon jó teljesített a Gloucester az extent piacon. Amerikában kisemelkedés volt, nem volt túlságosan izgalmas a kereskedés az évelei esésből, egy kicsit vissza jöttek a, a piacok, a rotáció mérséklődött, de azért ha az idei teljesítményt nézzük, így közel két hét után, akkor azért szépen látszik, hogy a Dow Jones minusz nullában van, a NASDAQ pedig 3%-ot esett már az idén, és az is érdekes egyébként, és több ilyen nap van, hogy az indexek emelkednek, de azért ez a darabszám mutató, tehát darabra jóval több részvény árfolyama esik, mint amelyik emelkedik, tehát mm. egyre szűkebb, és a nagyobbak viszik, fölfelé a piacot. Most egyébként a 11 fő S&P szektorból 10 erősödött, és egyedül az egészségügyi papírok estek, úgyhogy nagyjából ez volt Amerikában a helyzet, meg ami még kicsi változás volt az elmúlt két-három napban, hogy ez a nagy Omikron optimizmus, hogy úgyis gyorsan túljutunk rajta, nincs ezzel semmi probléma. Estek, sőt, elég nagyot estek a például a vakcina gyártók, mm -hmm. miközben a piac már december végén elkezdett emelkedni. Ebben megváltozott, hogy most már a mínuszos napokon is a vakcina gyártók fölfele tartanak, úgyhogy most már egy picit kevésbé optimista itt a a mikron lefutással kapcsolatosan a piac. Hát nagyjából azzal összefüggésben, ahogy az amerikai adatok azt mutatták, tehát otthon, hogy a dél-afrikai lefutás az nem áll a fejlett világban, tehát jobban fölfut, és még nem tudjuk, hogy fut le ez a járvány a legfrissebb nagyvárosi adatok alapján, úgyhogy valószínűleg erre reagáltak a befektetők. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Itt van, megjött Czoller jó reggelt, kívánunk! Jó reggel, Andika, mi a helyzet? Azt nézem, hogy milyen egészséges reggeli italod van. Ja, ne viccelj már! Melyik ez a Siti, a iszol? szol nem. nem, ez az a az... konkurencia. Nem ja? az a lényeg, ne hanem hát ilyet reggelire. Ne mi? Nóla sugar rá van írva. Hát, Ács Gábortól ne várd, hogy bármilyen szempontból a te igényeidnek lenne. megfelel. Nem, ő nagyon egészséges. Eszik jókortot is. A Ki... kultúrát beveszi. Kifelejtettem, az a helyzet, hogy kifelejtettem a pakoláskor és az autóból, ami a kezem ügyébe akadt. Nagyon így, jó, akkor ez ezért három így a három hónapos... Nem, szerintem nem. Ketetes? szerintem mindig nem. van az autóban egy ilyen nem. diszkont kóla. Figyelj, fagyasztott kóla teljesen jó. Minusz okay. minus, minus, minus tízben, minus tízben sem fagy meg, tehát teljesen, teljesen jó. a nemzetközi kapitalista lobbinak, akik elterjesztették, hogy a narancslép például az nagyon jó reggelire. Kiderült, hogy nem. A kávé se jó reggelre, így omorra. Az is rossz. Langyos víz. Próbáljuk A langyos víz az tökéletes. Úgyhogy hát lehet, hogy... Próbáljuk a, meg a fagyasztott diszkontkólát, szerintem ez teljesen... lehet, hogy teljesen. ez is jó. Van benne egy kis foszforsav, egy kis citromsav, némi aroma, Bá. és természetesen gépi karamell, az a, az a kedvencem. <laughs> Úgyhogy az... De jó tesz az emésztésnek, mint az úgy. Figyel, És ebben nem biztos, megyünk bele, Banzi, mert biztos, most a hogy jó. kedvenc témáját hoztam be. Én, én azt gondolom, hogy ezt mindjárt kiderül a hírek alatt, hogy ez mennyire jó, de ezt mi szerencsére, Andi, nem fogjuk megtapasztalni. Jó. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.